Ezt szeretném ajánlani minden kedves és minden egyes Fidesz szavazónak, ezeket a mondatok, amiket most elmond, és nem megsértve senkit, mert ő is úgy mondja, hogy nem sért meg senkit, de ezeket nagyon-nagyon erősen meg kell hallgatni. De a Fidesz szavazók ezt nem fogják megnézni. Nem. Több 10 milliót szórtak el arra, hogy különböző sajtóorgánumokon démonizálják a személyét. Itt nincsenek igazi értékek, itt nincsenek igazi kormányzati célok. Itt egy nagy cél van, az a hatalom megtartása, hogy a pénzek fölött lehessen diszponálni és minél többet szerezni. Nem lesz jó, kiket akarni, le fog tiltani a tökény. Gyermekem! Pedig nem látszik igazából semmi belőle. Szavaztok, hogy történnek a dolgok közben. Nem gondoltam, hogy ezt így fogod csinálni, bazdmeg. Hogy szokták a szülők tisztelni a tenni? De látszik a kukac a baszki. Ne nézzétek a péló! Várj, ezt neked akarom. Mondhatod? Én a gyermekes szülőknek az élete. Mai adásban erről lesz szó. Magyar Péter is így be fog szarni a naptól, mint most a gyerek. Jó, felraktad? Ja. Okay. Hát figyelj, Maxikának majdnem akkora a kukesza, mint Magyar Petinek. Mekkora kobra azt írja. Szevasztok. Hatalmas pöcse van annak az ürgének. A fókusz nem húztam be, várjál. Rohanás. Na, elvileg hárman leszünk. Maxival. Akkor négyen, mert ha minden igaz, akkor ilyen Dani is nem sokára, úgyhogy ilyen már régen volt, hogy hármasban tolunk adást. Laci nem jött volna, de aztán mondta, hogy beszélgetni kell arról, amiről beszélgetni akarunk, úgyhogy ő is átjött. Igen, ASMR-ban. Holnap megyek, izotópvizsgálatra. Én nem tudom, hol mész. Izotópvizsgálatra megyek holnap, úgyhogy a mai vacsim ti miattatok el fog maradni, köszönöm szépen. Kényszerítettem Lacit, hogy jöjjön. Étgyomorra kell megérkeznem, úgyhogy én már nem fogok merni enni, mert szerintem azért az étgyomor az azt jelenti, hogy 12 órás koplalás. És holnap reggel 8 órakor mennem kell izotópvizsgálatra, szóval a mai vacsim az a PP miatt elmarad. Semmi gond, megoldjuk, srácok. Tápszi cserében vagyunk, úgyhogy a gyerek lehet, hogy orvdítani fog, mivel az új tápszer annyira nem tetszik neki. Ennyit tudok most így hozzáadni az adáshoz. Megbeszéltük, vérvételen voltam, meg kutyáztam folyamatosan. Hát, igen, elég sok mindent meg tudtunk beszélni a streamben, miután kijöttél a durcázásból. Tehát, Laci mindig ilyen, amikor kimegyünk egyébként. Igen, nem mert tudom. Én oda enni megyek. Ja, és mindig egy gyomorra jössz, vagy mi? Igen, és ott akkor nem tudok beszélgetni. Ja, mindegy, meg lett oldva. Zoli, ismeretlen kifejezés számomra, hogy egy gyomor. Én tavaly sört váltottam, nekem is nehéz volt, azt írja Vinci. Ja. Magyar a sört, mert szívesen meginnék egyébként. Én is, csak nem lehet, az se. De nekem Kicsike lehet. Kicsike babusom, gyere apához. Na csá, Mizu. Na Mizu. Lesz a kép, amit majd később fogunk felrakni Instára. Ha felrakjuk Instára, ami hárman vagyunk rajta. Simán úgyis meg lesz beszélve. Az nagyon jó az a kép. Azt ki kell beszélni. Igen, az úgy van, hogy Laci fogja a gyereket, én meg itt állok mellette. Na, csá. És ugye a gyerek így nyúl értem. Na, cső. Na, képzeld el, négyen leszünk. Nem gondoltam volna. Én sem, csak Laci bejelentkezett. Aztán itt előbb volt. Pelenka csere volt élőben. Ki kellett akarnom, mert látszott a kukacon, mondom, izé. Jaj, hát ott figyelj már, az a gyilkos kobra nem is csodálom. Szegény gyerek, fel van a kukaca az interneten, azt ki kell majd blőrözni. Már gyilkos. Akkor most akkor Maxi van a kütyű teóban, mert Laci végül is Laci kütyű. És Kriszti csinálta, igen. Ez is kütyű, nem? Ja. Ritkán látsz ilyen csúnya bácsit, mint én. Nem látott még külföldi, tudod? Ja, így néz ki egy migráns, csak hogy tudjad. Bevándorlott. Most tudom, hogy hol áll a fejem. Hát én jeleztem, hogy szerdán érek rá live-ozni, de így alakult. Hogy? Írták, hogy hiányoztam a live-ból. Ja, igen, hát igen, mert Dani csak szerdán ér rá, és Laci meg azt mondta, hogy hétfőn megcsináljuk, és azt mondta, hogy szerdán nem jön adásba, de nem baj, most így alakult. De legalább most vagyunk négyen. Kezdhetjük? Kezdhessük. Daninak nem lankad a mikrofonja, Daninak pöcköse. Vigyázz, hogy te ezt onnan tudod, vagy sem. Nézd meg, Dani, te tudsz és szeretsz is főzni, ha igen, bográcsban is? Persze, ugyanaz, mint a fazék, csak nagyobb. Ja, és faszább íze van. Hát úgy faszább íze van, de persze, hogy szeretek főzni. Én mindenhogy szeretek főzni. Fogjátok be melózni, bazzeg? Hát ja, csak nehéz megoldani azt, hogy hárman menjünk ki. Azt is nehéz megoldani, hogy hárman legyünk a stúdióban. Ez is már nem tudom, mikor volt utoljára. Maxik az most elviszi a show. Mivel legalább megdobja a nézettséget, szervusz. Ja. Na. Mi a helyzet? Mikor kezdjük el a rage-elést? Rage-elést. Már most az elején, vagy... Már most, ja.
Vagy kicsit még szeretnétek bemelegíteni? Hát nem tudom, én, amit akartam, azt elmondtam, egy biztos, hogy Magyar Péternek... Mit mondtál? Szerintem adáson kívül gondoltam. Nem, hát elmondtam azt, hogy voltam izotópvizsgálatra, vagy holnap megyek izotópvizsgálatra, meg ilyen hasonló. Ja, akkor mehetsz hozzá. Csá. Ennyi volt. Hát most mit beszéljünk? Hát rettenetes fontos dolgok vannak. Nekem Magyar Pétert meg kell dicsérni. Nekem meg ügyem van a NAV-val, képzeld el. Csoda, csoda az ember. Ügyem van a most egyszerre csak egy ember mondja. Ügyem van a NAV-val. Magyar Pétert meg később megbeszéljük. Igen. Azaz fogd meg a kezem, védj meg Maximára, a NAV azt ki akar csinálni. Nem fizettél be valamit? De hogy nem, épp ez a durva, hogy felhívtam a NAV-ot, megkérdeztem, hogy mondom, miért kérik tőlem a TB-t? Tehát, hogy állami szervnél dolgozok, de be vagyok jelentve. Hát igazából ők sem nagyon tudták elmagyarázni, mert az volt a lényeg, hogy látja, hogy be van fizetve, látja, hogy rendben van, valahogy nem érkezett meg egyik papír, ami kellett volna, és akkor ez a lényeg, hogy ott most így az állam így össze-vissza van kuszálódva a bürokráciába, hogy akkor minden papír a helyére érkezett, de az egyik szerv nem tudja, hol a másik. Káosz az egész. De a lényeg, hogy ugye azt akartam kihozni belőle, ami érdekes, hogy tudsz telefonálni a NAV-val. Nem úgy tudsz a NAV-nak telefonálni, mint régen, hogy haló, Pista vagyok, és hogy miért akarjátok elvenni a házat, hanem be kell regisztrálni egy oldalon. Igen. Azért, hogy kapjál egy azonosítókódot, és ha az azonosítókódon megvan, utána tudsz telefonon beszélni ügyintézővel. Ez milyen egyszerű megoldás egyébként. És ezt egyébként magamtól nem tudtam, csak volt ismerős, aki mondta, hogy amúgy nem tudok csak úgy betelefonálni, és így mondott, hogy jó Isten, mondom, komolyan tényleg már a telefonos segítséghez is az kell, hogy még segítséget kérjek, hogy tudjak telefonálni, ha mondom, behalok. Gondolom a NAV-nál is kevés munkatárs van, és próbálja kiszűrni a... Az is lehet, az idiótákat, hogy ne telefonálni. És hova kellett felregisztrálni? Mi annak a neve? Hát a rövidítése Onya, valami nyilatkozat kitöltő, akármi, beírott, hogy NAV Onya, és akkor én se, ez az, hogy én se. Ez egy fasság. Amúgy igazat mondasz. Hát, igazolom. 7 hónapos és ő ezzel nem értett. És így nem értettem, hogy basszus, szerintem Ausztriában itt ezt így egy telefonnal valószínűleg 2 perc alatt megoldom, és elintézek mindent, és most még holnap is lesz vele dolgom. Ne legyél magyar gyűlölő, Dani. Ne legyél magyar gyűlölő. Én mondtam, csak azt nem szerettem az ilyen bürokratikus dolgokat. Amúgy amikor a kocsit irattuk át, vagy irattam át, akkor is ugye meg lett kötve a biztosítás, és másnap mentem átiratni, tehát eltelt egy, hát nem 24 óra, de egy fél munkanap, meg egy reggelből egy pár óra, és mondta a csaj a kormányablakban, hogy mi a kormányablak, úgy hívják, igen, hogy nem látja biztosítást a rendszerben. Hát mondom, itt a papír, oda raktam elé, ja, akkor oké. Okay. Hogy nem látod biztosítást a rendszerben, bazzeg, hát az annak hány óra kell, mire átmegy a Commodore 64 gépeken, vagy ez hogy működik? Hát, én is azt néztem, biztos csúszásban vannak, hát mondom, Istenem, megesik. Érted, fél év, egy év. Mondom, azért csak rákérdezek, hogy amúgy mit akarnak tőlem. Ja, nagyon durva. Micsoda, sajnos nem hallok semmit, amit Dani mond, mert maximum... Online nyomtatvány kitöltő. Ja, akkor így hívják, igen, amit ez Barbie ír. Online nyomtatvány kitöltő. Az a ONK. Az az Onya. Hát így ja, van a honlap rövidítésen is. Fú, nagyon hasonlít az ánykára, ami nagyon az emlékeim vannak róla. Arról nekem is vannak emlékeim, nem olyan szépek. Kiráz a hideg azóta is. Egy darabig mit csináltuk a ánykás adóbevallásokat, és nem volt egy nagyon jó dolog. Nem szeretek az milyen szörnyű lehetett, mikor még nem csinálta meg a NAV. Ja. Na, oké. Okay. Pont akkor. Ilyen jó szórakoztunk mi is rajta. Akkor kezdjük el. 2 videót fogunk megnézni ebben az adásban. Az egyik a bemelegítő videó, aztán rátérünk a fontosabb témákra. Az első, remélem, hogy megvan. Csak már annyi cikk van nyitva, hogy nem tudom melyik. Ilyenkor nem szokta csorba rendezni, hogy felépíteni valami vonal mentén a cikkeket, vagy csak mindent megnyitod, amiről akarsz beszélni. Ez csak ilyen taktikai. Bajod van? Is. Nem, csak így akarnék segíteni, ha tudok, de... De nagyjából kis Timiről is beszélni kéne, igen, csak róla. Nem lesz időnk valószínűleg. Most volt ugye a V4-es találkozójuk Orbánéknak, és ezt nézzétek, mit... Tadá, mit varázsolok? Mit varázsol? Figyeld a képernyőt. Tadá, most már így fogjuk nézni a videókat. Mit szóltok? Jó lesz? Jó lesz? Nem hiába vagy te az, aki... Prágában voltak a V4-eknek a vezetői, ugyanis nem tudom, mit tárgyaltak most egyébként, azt nem is néztem. Igazából azt én sem tudom, csak azt mondom, hogy találkoztak. Jogos a magyar emberek igényelme szerint, hogy megtudják, miért kapott kegyelmet K. Endre? Persze, fogjam, az államnak.
Ez mikor történt? Ez nemrég most tegnap. Ebben a felállásban ez volt az első találkozó. Forduljanak az elnök asszony, hogy a lengyel Robert Fico a szlovák miniszterelnök. Fico, nagy gazember. Tüntetők várják a szlovákosok. Az nagyon jó, az a Molino egyébként. Az azt mindjárt elmagyarázzuk Lacinak is. Nem mutatják majd. Körülbelül 20-30 aktivistája tüntet. Az egyik Molinón azt lehet látni, hogy még egy segnyaló a történelem rossz oldalán, itt Robert Ficóra céloznak, illetve egy Orbános Molinó is van, amin egy angol szóviccet sütnek el, ami... Azt írja, hogy nézzétek ki van itt, és a whore az, az angolban ugye az a, az a prostituáltra utal. Úgyhogy ez nagyon jó szóvicc egyébként, ezt jól megcsinálták, ezt tetszik. Illetve egy Orbános Orbán. Molinó is van, amin egy angol szóviccet sütnek el a miniszterelnök nevével, amiben lekurvázzák, de emellett vannak EU-s meg ukrán zászlók is. We four should be cancelled because those people who are racist, who are disinformators itself, who are slaves of Putin's propaganda. Mi Ficót sem nagyon szeretik Prágában. Nem. Hungary is the only member of the European Union which cannot be called democratic anymore. I think Hungary does not deserve to be in the European Union at this moment in the way, in the manner it behaves and supports Russia. It's an outrage. It's a Trojan horse in Europe. So what do you think that Mr. Orbán is here now in Prague? Well, we will give him the appropriate welcome he deserves. Because milyen jó, hogy egy ilyen random tüntető úgy megszólal angolul, hogy Magyarországon nem sokan egyébként. Szóval ez, hát ez már Nyugat-Európában az meg. Hát ott igen. Ah, ott a magyar rendszámos busz. Ja. Na, ő is kapja. Őt se szeretik Prágában. Morning! Szerintem az a tüntető jobban beszél angolul, mint Orbán egyébként. Morning! Ez esélyes. Ó, Istenem. Miniszterelnök úr, milyen hangulatra készülve? Milyen lesz bent a hangulat? Derűs. Nincsenek feszültsége? Mindig vannak. És ezek most nem lesz feszültebb a mostani találkozó, mint a korábbiak, a nézeteltérések? Derűvel kell orvosolni, tudja. Mai találkozó arról győzött meg. Vágod, ezt így kell. Nagy a csábítás, hogy föltegyük valamelyik szemüveget. És van is, aki fölteszi, ez minden országnak joga van, föltehet orosz, vagy föltehet ukrán szemüveget is, amin keresztül nézi ezt a konfliktust. Magyarország kétségkívül kilóg a sorból, mert Magyarország magyar szemüvegen keresztül nézi a konfliktust. Kizárólag magyar szemüvegen keresztül. És ez jó nekünk. És mi ezen a szemüvegen keresztül azt látjuk, neki igen. Hogy ezt neki a háború... biztos. Amúgy ez az ember egyre rosszabbul néz ki. Nagyon szarul néz ki. Az utóbbi időben látszik rajta. Vagy csak túl jó a felbontása a kijelzőnek, vagy nem tudom. De nem? Kezd ilyen nagyon pálpatinosodni egyébként. Nem fogják megnyerni. Kicsit sárgul. Jó. De sokban hasonlítve. Nyugat beszállt Ukrajna mellé. És azt is látom, hogy a nyugat nem ki fogja legyőzni. Az első magyar galaktikus birodalmat. Nem moralizálok, nem vetek föl magas erkölcsi szempontokat, amelyek kétségkívül léteznek, mert az agresszor, akit megtámadtak, az meg az áldozat. És ez két különböző dolog, ebben Tusk miniszterelnök úrnak igaza van. De a beszélgetés, vagy a kérdés nekünk magyaroknak úgy hangzik, hogyan lesz vége a háborúnak. És a háborúnak békével. Csak tárgyalással tud vége lenni. Ahhoz tárgyaló legyen felek béke. Kellenek. És ha legyen előre béke. Leminősítjük a tárgyaló feleket bűnösnek, meg nem, hogy fogunk tárgyalni? Stratégiai nyugalmat. Itt nincsenek bűnösök, ő azt mondja gyakorlatilag. Ezek létező kérdések, de nem mindegy milyen sorrendben válaszoljuk meg a kérdés. A sajtótájékoztatón minden országból csak egy kérdést lehetett feltenni, Magyarországról a közmédia kapott lehetőséget. Mi viszont a sajtótájékoztatón... Vajon ki kapott valamit? A 444? Telex? A miniszterelnök. Választ úgy csak kaptak volna, az a baj. Miniszterelnök úr, jogos a magyar emberek igényelme szerint, hogy megtudják, miért kapott kegyelmet K. Endre? Ezt nem lehetne valahogy kideríteni, hogy nem tud tenni valamit az ügyben? Ön tudja egyébként, hogy miért kapott kegyelmet? Szerintem a baloldal hibája egyébként. Biztos, hogy na, jó van, oké, akkor erről ennyit, ezt rövidre zárjuk. Azt mondja, hogy nézzük a kommenteket. Nem csípem a nagyvezér, de Zelenszky eladta az országát, és halni küldte a népét. Vitya meg ellopta a miénket magának, vitt az egész. Hát a halni küldte azért elég relatív.
Már csak abból a szempontból, hogy az oroszok támadták le Ukrajnát, de tény, hogy nyakig korrupt Ukrajna, az biztos. Persze, ott se fenékig tejfel minden, nem azt mondom, de... Hát konkrétan de azt, korruptan... de azt állítani, hogy ők harcolták ki a háborút maguknak, meg ilyenek, amiket szoktak mondani... Igen, az úgy erős. Igen. Fura. Várom a balos fordulatot, várom az akkori politikai beszélgetéseket. Én is, akármilyen fordulat lesz, szerintem én is nagyon várom, fordulás lesz maximum. De... Becsapott pár kupica derűt a kocsiba. Borúra derű, az a megoldás, azt mondta. Igen, igen, igen. Laci poénból nézd a videót hőkamerán keresztül, hát a kiderül, mi a baj az elnöknek. Ennyi. Na, igen, és akkor a mai fő videónk, amit meg akarunk nézni ebben a részben, a Telexnek adott interjút Magyar Péter. Ez a második ilyen nagyobb szabású interjúja talán, nem tudom, hol adott még interjút. Ott a Partizán volt az első nagy hosszú. Tudom, de azóta hol adott még, szerintem nem tudom. Szerintem máshol nem. Fogalmam sincs. Valami cikk jelent meg se. Róla, vagy ami cikket azt csinált, én is azt akartam kideríteni, hogy azóta hol beszélt még, mert meg akartam azt is nézni. Itt a, nem tudom, hogy hívják ezt a göndör srácot. Én sem tudom. Mindegy, ez a göndörs ráccal beszéltek, és ott valami cikkre, vagy valamilyen cikkre visszakövetkeztettek, de azt hiszem, hogy azon kívül, a Partizánon kívül nem volt máshol, csak itt. Ezt ma hótvéletlenül dobta fel nekem a YouTube. Hát azért megnézte 870 ezer hát ember. Jó, hogy feldobta. Jó, nyilván, de nem tudtam róla, hogy most ez készül. Csöcsös nőket is dobhatott volna. Te hogy hallottál róla? Hírfolyamban? Vagy hogy? Mi, erről a videóról? Aha. Hát kidobta be az neked a is YouTube, kidobta. Persze. Aha, azt hittem, hát én nézek YouTube-ot. Én is azt néztem, csak kidobta. Aha. Hát azért, mert kurva sokan megkatintották egy nap alatt. Uh-huh, azért uh-huh. Persze, hogy kidobta. Éppen reggelizni akartam, és én általában mindig Paxelt szoktam nézni reggelizéshez. Ti is nézzetek a Paxelt, mert nézed nagyon jó. Paxel nagyon jó, nagyon kedvelem. Nagyon kedvelem, majd nézd rá, nagyon szeretem. Nem szoktam reggelizni, nem érek rá Paxelt. Én Paxelt szoktam nézni, meg majd eszembe jut, hogy még itt szoktam nézni reggelizés közben, és nagyon szeretem őket. A másik nem fog eszembe. Orbán rendszerváltás előtti viselkedése imponál a kádárista öregeknek. Kellő buzgósággal Simó Putyinovics lábához. Igen, igen. Egyébként láttátok a tüntetést, a hétvégi tüntetést? Nem. Hétvégi tüntetést nem néztetek bele, az összeellenzéki, nem összeellenzéki, négy ellenzéki pár fogott össze. Hát ott az öreg kommunisták ott voltak egyébként, mert hogy a nézőközönség az kb. Ilyen, szerintem 60 pluszos volt, ezt kiváltak, hogy Orbán takaradj, takaradjon Orbán! Azt az öreg azért meg az öreg emberek ott ordibáltak. Már elfelejtették a krumplit. Ja, voltak, ők hogy, nem kaptak. Meg a 13. havit. Ja, volt vagy 1000 ember, mondom, látszódik bakker, hogy kik állnak a ellenzéki pártok oldalára is, kik a, hát nem az influencerek, hanem úgy a józanész pártjára. Ki van a pártpolitikai ellenzékben, és ki van ellenzéki gondolkodásban, a kettő nem ugyanaz. Igen, 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 igen. Na, szóval, tüntetők átlag életkora 70 év volt, hát kb. Hát igen. A DK kb. Azt tudja mozgósítani, meg az MSZP. Igen, igen, igen. A Momentum igen. Az mondjuk elvileg tudna fiatalokat is, de hát az meg na. Ilyen jó kis ellenzéki bulira nem hiszem, hogy mennek. Szóval, kijött a Magyar Péter második nagyobb beszélgetése, és számomra, akkor ki látta? Laci, te láttad, Dani, te nem láttad? Nem baj, fontosabb részeket megnézzük belőle, mert kiszedegettem. Nagyon nyomasztó. Vannak. Nagyon-nagyon nyomasztó, és persze nem mondál sok új dolgot, amit valószínűleg ugye tudtunk, vagyis gondoltunk, meg sejtettünk, úgyhogy működik, de kurvára nyomasztó. És a legnyomasztóbb részeket szedtem ki, próbáltam úgy megcsinálni. Kíváncsi vagyok, mi nyomasztó. Ez egy nyomasztó adás legyen, úgyhogy itt kezdődik ez az első szekció, amit megnézünk. De ennyi, hát ezekre nyilván választ nem kaptam, meg arról annyi választ kaptam, hogy ne képzelődjek, és ne tartsam magam. Ez a kehi vizsgálatról fog szólni. Miattam vannak ott, vagy egyébként. Mikor ugye bementek Nem. Most itt arról van szó, nem, róla tudom, arról van szó, Kolos. Itt most arról volt szó, hogy amikor vált a feleségétől, akkor rendőrök álltak a háza előtt. Az egy dolog, de ez itt már a kehi vizsgálatról. Ja, jó, hát most, amit pont most mondott, az nem arról szó. Hát, mert most kezdődik a következő... A kehi vizsgálatról viszont... Nem jó vágtad meg. Nem vágtam meg. Nem jó helyt indítottad el. Igen, arra is beszéltek előtte, hogy amikor a feleségével vállófélben voltak, akkor rendőrautó állt a háza előtt, és akkor kérdezte, hogy a rendőröktől mégis mit csinálnak, és a rendőrök nem tudták nagyon így megindokolni, hogy azt mondták először, hogy objektumfigyelés. Nem, először azt mondták, hogy valami biztonságvédelem, utána mondtad, de a feleségem külföldön van, meg ott is marad, akkor objektumvédelem. Igen, igen, igen. Na, szóval kehi interjú, vagy kehi vizsgálat. Nyilván azóta sok minden összeállt a fejembe, tehát például azóta megtudtam, hogy mondjuk a kormányzati ellenőrzési hivatalnak a helyettese, a Spolt Péter legfőbb ügyésznek a felesége.
ezek is olyan érdekes érzést szültek bennem. Meg hát az egész szituáció teljesen egyértelmű volt. Tehát most, hogy abból mit lehet bizonyítani, meg hogy milyen eljárások fognak indulni, és én nem azért mondtam ezt, hogy bárkinek kellemetlenné tegyem a napjait, vagy hogy bármi gondot okozzak, de az egy teljesen egyértelmű szituáció volt. Akkor őt is megsüsüzték, igen. Igen. Srekicak mondja, hogy nekem úgy tűnik, hogy szép lassan kezdi előkészíteni, hogy belépjen a politikába. Hát nem akarok spoilerezni, de az interjú legvégén erről van szó. Igen, hogy most már nem zárkózik el attól, hogy valamit csináljam. Itt jön a nyomasztó rész. Mert az hagyja, hogy megjelent három nyomozó vagy vizsgáló, de amikor megkérdeztem, hogy mi történik, hogyha én ehhez nem járulok hozzá, és egyébként nem adom át a gépemet, amin egyébként a vállásommal kapcsolatos dokumentumok is vannak, balga módon, mert egyébként nyilván az irodai gépén ilyen nem szabad tartani az embernek, akkor lemutattak a földszintre, ahol az utcán állt egy rendőrautó, és azt mondták, hogy akkor rendőri segítséget kérnek. Na most azért egy elég érdekes szituáció, amikor a regnáló igazságügyminiszter férjéhez kijön egy állami ellenőrzési hivatal rendőrökkel, miközben bizonyos embereknek tudomásuk van arra, hogy te éppen válsz, vagy válás közeli állapotban vagytok. Tehát én azt gondolom, nem kell egy nagyon összeesküvés elméletet. Kurva nyomasztó. Összerakni, hogy itt mi történt. És ahogy mondtam egyébként, hogy amikor rendeztük a kapcsolatunkat, akkor ez az eljárás azt hiszem egy hónappal később megszűnt. Kurva nyomasztó, ezek nem európai módszerek, amiket itt elmondanak, és nagyon... Ja, hát ez egyáltalán nem... Biztos vagyok benne, és tudomásom is van arról, hogy itt ez egy kézkezet most alapul működő rendszer, és hogyha ne adj Isten egyszer lenne egy váltás, nem lesz egyébként magától, akkor ott sem lenne elszámoltatás. Mit jelent az a tudomásom arról? Ez hát nyilván ez egy nyílt titok szerintem a Fideszen belül magasabb körökben, hogy hát az, hogy támogatják ezeket, vagy csak megtűrik, vagy egyébként tartják őket, hát vannak olyan legendák, de ezeket alátámasztani nem tudom, hogy bizonyos ellenzéki képviselők azok havonta apanást kapnak. Nem a kormánytól, hanem bizonyos intéző emberektől és oligarcháktól. Mondjuk ebben szerintem valamennyit téved. Azt szerintem ez az ellenzéki bábjáték egyáltalán, hogy ott vannak a politikában, pont 2018-ban, nem a fasz, már azóta szereztek még egy kétharmadot. Már 22-ben. 22-ben. Pont azért kelled az a bábjáték, hogy meglegyen a remény, a demokrácia látszata, hogy működik a rendszer, hogy van... Hogy nincs egy pártrendszer. Hogy nincs egy pártrendszer, és hogy van esély arra, hogy van legyen változás, mert sokan nem fogják belátni, hogy ezzel az ellenzékkel nincs. Úgyhogy szerintem pont, hogy kell az ellenzék, és pont, hogy azt a látszatot hivatott fenntartani, mert ha nem, akkor egyébként be se kellett volna ülniük, mert ezzel magát a rendszert legitimálják. Szóval szerintem meg nagyon is szüksége van a Fidesznek, meg ténylegesen azért kell, hogy demokráciásat lehessen játszani. Hát hol fogadtak el bármit, vagy akár csak egy indítványt, hogy egyáltalán megvitassanak bármit, semmit sem. Igen. Ez a mostani formájában ez az egész, az a durva, hogy tényleg annyira így össze van fonódva, hogy jó, az erős állítás is lehet, hogy nincs is igazság alapja, de hogyha tényleg még az ellenzéki pártok is benne vannak be az meg ebben az egészben, akkor tényleg már mi az anyámat csináljunk? Elég, ha csak a vezetés, vagy elég, ha csak igen. A Ferkó, érted? Meg önök is. Fizujának, vagy a nem is olyan kis fizujának, ott van egyértelmű, hogy visszafogja az ellenzéki szavazók nagy részét, vagy aki egyáltalán potenciálisan arra szavazna. Elég csak a jelenléte, tehát nem is kell külön fizetést kapni. Ez már az annyira lehetetlen helyzet, hogy így már az ember tényleg én elsírom magam, hogyha ezek tényleg igazak, ezek, amiket így elmondanak, mert ez már tényleg katasztrófa így. Nézzük a kommenteket, azt sem tartom kizártnak, hogy túl sok feltétellel maradhatott a tűz mellett a válasz után, ami lehet egy idő után sok lett, és ezt kiutat látta, hogy kitálal valamennyire. Hát amíg nem kell attól félni, hogy kiesik egy ablakon, addig lent meg lehet csinálni. Lent állt a fekete Volga. Igen, egyébként a Magyar Péter azt mondta a legvégén, vagy mindezt meghallgatjuk majd, azt nem lövöm le, hát valaki nem látta. Sosem lesz elszámoltatás, mert túl jó kampány, eszköz Gyurcsány. Hát persze, igen. Meg túl hülyék, hát annyira egyértelmű volt. Hát neked ezt már szerintem a legutolsó választásnál mondtam, hogy annyira buták az ellenzékiek, meg annyira látszódik, hogy kézkezett most alapon, hogy ezeket a hülyéket ott tartják, és igen, olyan dolgokat mondd el, amik egyértelműek, persze. Eddig csak még senki nem mondta ki. Igen, de hogy most valaki kimondja, aki tényleg ott volt. A világ tele van egyértelmű dolgokkal, amire soha senki nem jön rá, csak most itt Magyar Péter, ahogy ő is mondta, ő most ennek a rendszernek az egyik rendszer hibája. Igen. És igen. Akkor hát most itt, hát hogyha lesz valami változás. Igen, igen, igen. Na, amíg még nem esik ki valamelyik ablakon. Tehát ugye kormányülésekről nem készül jegyzőkönyv, minden hatóság az ő kezükben van, és kiépült egy ilyen, tényleg egy ilyen patyomkin demokrácia, vagy lehet hibridnek, vagy haveri kapitalizmusnak, vagy nem tudom, hogy szokták ezeket mondani,
amik lehet, hogy jobboldali szavazóknál nem verik ki a biztosítékot, de szerintem inkább arról van szó, hogy nem tudnak róla. Törzs szavazói rétegük, akik akkor is kitartottak, amikor 2002-ben elveszítették a választásokat, amikor 2006-ban is elveszítették a múltkor. Ez a törzs 1,5 millió ember volt ott, és ezek az emberek vagy nem tudnak róla, vagy nem érzik át a súlyát, hogy hol vagyunk, és hogy mennyire szemben megyünk azokkal. Vagy... Ezt szeretném ajánlani minden kedves és minden egyes Fidesz szavazónak, ezeket a mondatok, amiket most elmond egyébként, és nem megsértve senkit, mert ő is úgy mondja, hogy nem sért meg senkit, de ezeket nagyon-nagyon erősen meg kell hallgatni. De a Fidesz szavazók ezt nem fogják megnézni, nem. Mivel ahogy már mondta, hogy több 10 milliót szórtak el arra, hogy különböző sajtó vagy orgánumokon démonizálják a személyét. Még annyit, hogy az átlagszavazó azt fogja megkapni, főleg mondjuk szegényebb rétegekben, szegényebb területeken, hogy az összes hírlapból, meg az összes újságból, meg szórólap, vagy amivel ő egyáltalán találkozik, vagy amit tud mondjuk a polgármesterétől, aki már 20 éve polgármester, mert vannak ilyenek, és csak azért szavaz rá, mert múltkor is a Józsira szavazzon, hát kire szavazzon. Meg olyan rendes ember, hát látszik a személy, annyira rendes ember. Meg tőle a segély, és akkor ennyit fog kapni a pártlapokból, meg a lapokból, hogy ami demokratikusnak tűnik, mert van mondjuk 10, de mindegyik ugyanazt mondja, hogy hát mert a Gyurcsány elvette a 13. havi nyugdíjat, meg a lelkedet. Tehát, hogy azt akarod, hogy elvegye megint, és akkor kész. Hogy fogsz máshova szavazni? Nem fognak máshova szavazni. Úgyhogy még ha azt is érzik, hogy rossz nekik, be van állítva egy olyan alternatíva, hogy ennél csak rosszabb lehet. Igen. És akkor kész. Meg ezt már megszoktuk. Az meg igen, az a kedvenc. A következő is ezt csinálná, a következő is lopna, ez legalább már lassan már dugig van a lenyúlt pénzekkel. Hát, hogyha már becsömöl, és akkor most már minden jó lesz, hát nem. Pedig még van mit ellopni, biztos. Meg az, hogy egyre inkább nő az a réteg, akinek még lehet pénzt adni, meg pénzt, meg cégeket, meg a ki mit vegyen meg. Időnként lebuktatnak néhány embert, akit megunnak, azt kidobják, utána szét lehet osztani az ő pénzüket, és utána még majd találnak valamit, amit... Mentik ki a pénzt az országból. Itt nincsenek igazi értékek, itt nincsenek igazi kormányzati célok. Itt egy nagy cél van, az a hatalom megtartása, hogy a pénzek fölött lehessen diszponálni és minél többet szerezni. Ha most holnap után, ne adj Isten, történne egy kormányváltás, akkor mi történne? Az összes közjogi funkcióba be vannak betonozva a Fidesz káderei. Ez a legdurvább. 12 pont olyan, ez a legdurvább. Mint a lengyeleknél. Vagy a lengyeleknél is ez van, ugye, hogy most megbukott a... Hát, előzőleg Orbán barát kormánya Kaczynski, vagy Tusk, vagy a tököm tudja. Mindegy, az előző lengyel kormány megbukott. Most van Tusk. Vagy Duda. Vagy tudom én, egyik a három közül, igen. Az egyik köztársaság ennek, a másik kettő meg volt és jelenlegi miniszterelnök. És ott is ugyanez van, hogy a háttérben, a pozícióban azért még ott maradtak azok az emberek, akik az előző rendszert irányították, az eddigi rendszert, és ott is nehéz megszabadulni tőlük. Nem fognak eltűnni egy darabig, igen. Sőt, a szlovákoknál most ugye Fico úr ismét visszakerült a pozícióba. Hát ugye, ami miatt megbukott, meg ahogy megbuktatták, tehát hogy ott is elindult egy ilyen, hát nevezhetjük elszámoltatásnak, ott is rámentek a kormányzati korrupcióra, nagyon sok mindenek itt börtönbe zártak, most, hogy Fico visszakerült, egyből elkezdte azokat az embereket, akik azért dolgoztak, hogy megtisztítsák a politikai közeget a korrupciótól, azokat leváltogatni. Tehát, hogy azonnal. És igen. Most itt is hiába kerülne oda más az előző, ez a garnitúr, ez akkor is ott marad. Ez még egy pár évig, évtizedig ott marad valószínűleg. Ezeket kétharmaddal lehet nagyrészt lemondatni vagy leváltani. Tehát ez nem egy opció. És a gazdasági hatalomnak, a tulajdonnak egy olyan irdatlan mértékű felhamozáson zajlott ezen az oldalon, amivel szinte nem lehet mit csinálni. Egyet kurva nyomasztó. Megakadályozni, hogy most folytatódjon. Én már emiatt nyomasztónak érzem, és hogy megint egy verset 3-4 óta folyamatosan egyre nyomasztóbbnak ezt a közeget, ha ilyen szempontból nézem. Vagy balad az, hogy becsukom a szemem, és megpróbálom jól érezni magam a hazámba, de egyre nehezebb. Becsukod a szemed, és úgy húzod a X-et. Nem hallgatjuk meg az ő szájából az idézetet, de sokkal jobban hangzott az ő szájából, mint... Egyet lehet csinálni, megakadályozni, hogy ez tovább folytatódjon. Mert egy idő után tényleg nincs visszaút, és hogy megint egy verset idézzek, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Választhatok. Yes. Nem nekem kell választanom erre, hanem a magyar. Oké. Igen. Hát engem azért zavar egy kicsit, hogy tök jó kiáll, de gyakorlatilag
14 évig valószínűleg boldogan el volt ebben a rendszerben, és akkor most azt mondja, hogy nagyok legyünk közös, az elmúlt pár évben akkor kitartott rapságban. Igen, de nagyon sorozatosan elmondta, hogy ő eddig azért nem mert felszólalni, ő eddig is kormánykritikus volt, csak befelé kritizált, próbálta ezt megváltoztatni, csak mindig lehülyézték, meg a jó van, oké, Petikém, jó van, őjél, aztán őjél magadnak, és addig nem akart bilit borítani, amíg a felesége, vagy a volt felesége ott volt. A rendszer részei. Ugyanaz, mint aki Gyurcsányt szidja, hogy az a Gyurcsány gonosz ember, és akkor... Majd meghallgatod, azt is elmondja, hogy többet kerestek diplomataként külföldön, amikor kint voltak. És háromszorosát keresték, amikor visszajöttek. Igen, és mondta, hogy háromszorosát keresték, és mondta, hogy nagyon szívesen bemutatja, hogy egyszer valaki megkéri rá az elszámolni valóit, mondta, hogy neki annyi hitele van, meg annyi felhalmozott pénze, hogy nullás, mivel sose vett ki többet, meg mindig azt a pénzt költött el, amiért megdolgozott. Húsz fejjel a mikrofonot a szádhoz. Így jobb? Ja, oké, okay. Igen. Szóval igen, még hogyha egyébként ha eddig életében full szarházi volt, nem úgy tűnik, hogy az volt, lehet, hogy az volt, de akkor is van egy jó komment, megtérni szabad, igen. Tehát már ezzel szerintem elég sok dolgot kijavít, hogy ezeket így elmondja, még hogyha szarember is volt előtte. Aztán nem tudom, hogy milyen ember volt, nem akarok rá semmit mondani, mert nem ismerem meg. Amit elmondasz, vagy igaz, vagy nem igaz. De nekem elég hihetőnek hangzik egyébként. Én azon csodálkozok, hogy ez a csávó, az nem keresi a szavakat, bazd meg. Ez betanulta, vagy egy ennyire vérprofi, nézd meg, 60-os púzussal kiúzva, ott ül, a szeme nem jár jobbra-balra, nem gondolkozik. Hát ezek profik, persze. De ennyire, hogy a púzusa nem remeg meg, nem igazítja meg a nyakkendőt, hát mondja, érte? Diplomata tárgyalt. Meg még itt túljuk a fikát, meg vakarjuk jó, a segünket, miközben meg kell szólalni, bazd meg, ez meg így tálal ki. Mi nem veszünk soha diplomaták. Így tálal ki az ország legbűnösebb ügyeiről. Jaj. Na, utolsó szekció következik. És volt még egy érdekes momentum, talán ezzel kapcsolatban, vagy lehet egy másik alaptörvény módosításról volt szó, amikor egy miniszter azt találta mondani a kormányon, hogy nekem ezzel és ezzel az előterjesztéssel, miniszterelnök úr, szakmai, de erkölcsi problémáim is vannak. És erre megfagyott a levegő, és a miniszterelnök annyit mondott, hogy önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Az melyik miniszter volt? Ez a volt feleségem volt. Ezt remélem, hogy értik a jobboldali szavazók, hogy mit jelent ez a mondat. Önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Erős. A volt feles. Jó, és akkor erős. Ha ilyen morális kételjei voltak, akkor továbbra is tartom, és látta, hogy nem változik a rendszer, akkor miért maradt ott? Igazad van. Ebben igazad van, és ezt nem tudom. És nem is akarom én szentként kezelni, se Varga Juditot, se Magyar Péter, de igen. Azért, mert belülről szerette volna szerintem megváltoztatni, vagy belülről szeretett volna bármit is tenni, hogy a kilép, azzal utána rögtön elkezdik démonizálni azt, hogy most csinálja, mert mondta, hogy ő azért nem mondott még ilyen atombombákat, meg azért mondta, hogy nem akar egyelőre semmilyen pártos sem csatlakozni, mivel most köpködik, több 10 milliót költenek rá arra, ki a megafon. Megafonból ott fikázzák, holott a megafonos srácokkal régebben jóba voltak, meg küldözgették neki az üzeneteket, meg hogy így spanok, meg úgy spanok. Lájkolták a posztjait, most meg démonizálják, és azért nem akar jobban beleállni abba az egészbe, mert hogyha beleáll, akkor nem démonizálják, hanem hatóság, rendőrség, eljárások. Mondta, hogy már így is beidézték, egyelőre még csak tanulnak, de nem biztos benne, hogy a tanúságból nem akarnak valamit a nyakára varni. Hát figyelj, remélem akkor van tényleg annyit össze tudod gyűjteni ez alatt, amíg minket szivatott, mert ha nem, akkor tök jó hangzik, hogy ő belülről bamlasztotta az ellenzéket, gyakorlatilag gazdagodott ugyanabból a rendszerből. Úgyhogy ha viszont nem gyűjtött semmit, akkor meg annyit a hitelességéről. Magyar Péter beidézte az integritás hatóság, ez most 10 óra 18 perckor jött ki. Ez a cikk egyébként. Mi az integritási hatóság? Integritás hatóság. Na, olyan is van. Itt leírja mindjárt. Nem a szuverenitás. Nem, az magyar találmánya. Ja, jó. Ez más mindjárt azt írja, hogy interjúimban elhangzottak miatt a mai napra beidézett az integritás hatóság. Posztolta a Facebookon a Magyar Péter, igen. Az integritás hatóság az uniós pénzeket érintő korrupció feltárására létrehozott szervezet. Elnöke Bíró Ferenc elsőként a Telexnek adott interjút, amiben már ígérgetett arra, hogy mindent elkövetnek azért, hogy az uniós adófizetők minden egyes eurocentjét szabályosan költsék el. Tehát őt beidézték, hogy nem történt valami korrupció. Tanúskodjon. Uniós pénzekkel kapcsolatban. De csak tanúskodni. Nem tudom.
Hát integritási, most mondtad, hogy ez azért van ez az integritási, mit tudom én, micsoda, hogy elszámoltassák az összes eurócentet, hogy jó dologra költötték el. Igen. Hát akkor ő itt tanúskodni tud, meg el tudja mondani, mi történt, meg hogy történt, de hát ő ebből szerintem rosszul nem tud egyelőre kijönni. Hát én nem tudom miért. Hát ha tanúként idézték be, hát, akkor elvileg nem. Attól függ, hogy ott majd mi hangzik el azon a beszélgetése. De hát ő állami cégeket is vezetett egyébként. Hát, igen. Akinek egy csepesze volt, az pontosan tudja, hogy ez a rendszer így működik. Nem mondott semmi újat. Hát igen, ez így van. Igen. De akkor nézzük meg a végét a dolognak. És nyilvánvalóan nem vagyok már Fidesz szavazó, és valószínűleg nem is leszek. És akkor, hogyha jól értem, ebben az alternatíva képzésben még fogunk rólad hallani a folytatásban? Hát, hogyha még szabadlából leszek, és nem indul el egy atomháború, akkor bizonyosan. Magyar Péter, köszönöm. Ha szabad lábbal leszek. Integritás hivatal a Fidesz nevezte ki, hogy megvizsgálják, hogy a Fidesz lope. Igen. Kösz, jó, akkor, ja, ja. Akkor szar helyen van Magyar Péter. Na, szóval meg volt a napi nyomasztás szívesen. Remélem mindenki jobban érzi magát ezek után a mondatok után. Hatalmas pacsi innen is Magyar Péternek, király vagy. Igen, sok minden, tehát igen, amit elmondtuk már sokszor, sok olyat nem tudtunk, meg csak azt, amiket gondoltunk. Hát jó, de most azért az, hogy most sejtetted, vagy gondoltad, vagy hogy így látod az arcodba, a pacekba, azért az nem mindegy. Viszont én valamiért nagyon hiszek ennek a csávónak, nem tudom miért. Lehet, hogy nem már olyan kedves ember. Azért, mert olyan kedves. Ezek így szoktak kezdődni. Amit hallani akarsz. Orbán is így kezdte. Lehet, az is olyan rendes embernek volt. Tényleg, nem tudom. És elkurul. Az is jó ember volt, mindig köszönt. Ja. Miért neked nem hisz, vagy mennyire hiszel abban, amit ő mond? Hát. Biztos vagyok benne, hogy így van, de eddig is biztos voltam benne, hogy nyaki korrupt a rendszer. Tehát ha valaki nem a Fidesz médiát olvasta, akkor azért ártak fel ügyeket. Csak most tök jó, hogy ő így kiáll a rendszerbe, és azt mondja, hogy hát fú, ez egy sáros rendszer. Baszki, évekig a része voltál, évekig. Értem, amit mondasz, hogy belülről romboljuk a kommunizmust, hurrá, de attól még nem tudok mit kezdeni a mondani valójával. Tehát, hogy most elmondja, hogy bűnös a rendszer, eddig is tudtuk. De az érdekel, hogy lesz a következő. Eddig még ezt senki nem mondta el, az a legdurvább. És az, hogy a Fidesz szavazók ezt látják. Oké, elismerték, és most attól nem... félek, hogy ez is így el... Hát nem tudom, hogyha nem mondaná igazat, már rég becsukták volna, meg nem is értem, hogyha nem mondaná igazat, hogy ezek nem így lennének, már rég elkaszálták volna az űrgét. Valamilyen oknál fogod, de mivel félnek tőle, meg tudják, hogy mit tud pontosan, ezért úgy óvnak, meg úgy vigyáznak rá, és próbálják kikezdeni ott, ahol ki tudják. Nem tudom, mi lesz a vége, de ez is nagyon sok embernek felnyitotta a szemét, és hogyha már 10 embernek felnyitotta a szemét a jobboldali szavazókról, már nyert. Magyarországon nem lesznek olyan eszközök, mint Oroszországban, nem lesz itt kórházból kiesés, ablakon kiesés, meg ilyesmi, de sok másféleképpen is hát lehet. Látod, hogy nyomasztották a rendőrautókkal, amikor ott lent álltak a háza előtt másképpen a vállás miatt, hogy váljon el csendbe, gyorsan, minél csendesebben, minél gyorsabban, és nyomasztották, meg presszionálták az ilyen seonnan megjelenő rendőrautókkal. Szóval sok más módon is el lehetett tenni embereket, és ez a rendszer ebben nagyon jó, úgyhogy... Így van. Magyar Péternek megyük a tökei, aztán majd látjuk, hogy szegény mi lesz belőle egy év múlva.